A 101. Puma Honi légvédelmi vadászrepülő osztályt Magyarország légterének védelmére hozták létre 1944 nyarán. Harcolt az amerikai 15. légi hadsereg és a szovjet légierő ellen, elsősorban Magyarország, de a háború végén Ausztria felett is. A Pumák között szolgált Horváth Ernő vadászpilóta is. Amikor Horváth Ernő szabadságról haza ment repülni valahova, akkor a szennyesét magával vitte a repülőn és kidobta Sárvár fölött, hogy az édesanyjának legyen lehetőség egyrészt a szomszédokkal ismerkedni, mikor összeszedi a szennyest, illetőleg kimosni szeretett fiának gyermeti holmiait. A vadászpilóta élettörténetét egy közelmúltban megjelent kötet dolgozza fel. A könyv előkészületeiről és kutatási hátteréről hallhatnak az érdeklődők a Vasi Múzeum Barát Egylet előadásában. 1944. november 1-én vesztette életét bevetés közben Horváth Ernő, a mai ismereteink szerint az egyetlen sárvári születésű repülő. Az ő halálának 70. évfordulójára jelent meg tavaly novemberben, és ősszel ez a kötet. A résztvevők bepillantást nyerhettek a szerző egy most készülő brit és amerikai kutatásokra épülő kötetébe is. A repülés történet egy különleges esemény a mi rendezvény naptárunkban, azért mert ez a mostani egy kutatási beszámoló, a következő pedig könyvemutató lesz, ami Szombathelyt ért légitámadásokat foglalja majd össze. A levéltári anyagokból kiderült, hogy a légitámadások célpontja a pályaudvar és a repülőtér volt. Feltehetőleg navigációs probléma és az időjárási körülmények miatt érte találat a lakott területeket. A könyvet március 25-én mutatják be a nagyközönségnek a Szavária Múzeumban.